Lexidze megint csak egy picit ütemtelenül mozdult. Eli ennek a labdának, ettől függetlenül nára marad a labda. Koltai ügyesen vissza Alexidzének, és vezet a Győr. Első félidő 26. perce, és a siófoki védelem második megingását kihasználja az Ető együttese. A csereként beállt Dati Alexidze pedig remekül felvette a mérkőzés iramát, hiszen góllal hálálta meg Cserkői Aurélnak a bizalmat, hogy őt küldte be a megsérült Simon András helyére. Parádi és helyzet kihasználás, és egy nagyon-nagyon önzetlen és okos passz Koltaitól. Fölpasszolta a labdát Alexidze Koltainak, Koltai egy picit kivárt, és a lehető legjobb ütemben passzolta oda Alexidzének, aki nem erőből, nem izomból, hanem nagyon okosan helyezve, laposan mesterlábai alatt a kapu bal oldalába helyezte el a ballon.